egészen biztosan emlékeznek még az Orion űrhajóra, vagy az Angyal kalandjai című sorozatra. És ma már biztosan tudják azt is, hogy mi az a Shuffle Dance, vagy milyen egy 4K-s Ultra HD-s lejátszó. Hogy milyen volt az élet akkor, és ahhoz képest milyen most? Erre keresi a választ a 6. B osztály Akkor és Most című produkciója. A forgatókönyvet Kis Ágnes és Nemes Petra 6. B osztályos tanulók ötlete alapján Asztalos Anikó tanárnő írta. A színpadra állítást és a próbákat Bartók Enikő osztályfőnök segítette. Nagyon sokat változott a világ azóta, mióta a nagyszüleink gyerekek voltak. A nagyszüleink levelet írtak egymásnak, ma meg... Régen hosszú szoknyában és kendőben jártak. Most pedig baseball sapkában és fennékvillantosan nadrág a divat egyeseknél. Régebben mindenki szívesen néptáncolt. De már ez is nagyon ritka, mert csak shuffle dance-ezni tudnak. Drágám, vettem a piacon egy kiló szalonnát, és aztán tűzifát is, mert tegnap elfogyott. Jó van már, az érdekel engem, hogy most miért szemcsés a két gazdra, menjék már fel a padláshoz, fordítson valamire az antennát. Hallottátok, hogy van már olyan ország, ahol 2 csatorna is van ám? Hú, én azt a Simon templát nagyon bírom. Este meg adják az Orion űrhajót. Jaj, de jó lesz! Megigazítottam az antennát, de figyelj! Na fogadjunk, hogy nem az Alapnai nyeri a fesztivált. Nekem a Kovács Kati tetszik. Nekem meg a Komár Laci. Ugyan már! Nekem van a legjobb hangom. Hé, Dunáról fúj a szél, nekem kéne nyernem. Hát nem is értjük, miért nem. Különben is, ki a ménykő az az Alapnai? Tudod, és az apácás az énekli, és olyan a haja, mint a búza, szeme meg, mint a csillagok. Na jó van, már nem most legyen szerelmes. Pista komám, hozzám a porrakat is, hogy megkóstoljuk az idei szilvanedőjét. Ugye. Most süttem ezt a finom herőci kukoricadörgét, gyertek egyetek közben. Jó
Felvétel közvetítjük a Magyar Televízió első Táncra Fesztiváljának nyilvános időjéveket 12 óra. Gól! Apa! Nem láttad a 3D szemüvegemet? Nem tudom, hol van. Múlt karanyádon volt, abban nézte a Szulejmánt. De anya éppen most Skype-ol a húgommal. Jó neked, apa? Te 160 cm-es nagy képernyőn nézheted a meccset. Nekem csak 120 cm-es van. De ti 4K Ultra HD Blu-ray lejátszóval és hangprojektorral. Anya! Hová raktad a 3D szemüvegemet? A 3D szemüveged a mély nyomóládádon van, de egyébként is telefonálok a húgoddal, nem látod? De Renikém, akkor merre vagy? A madaras Tesco-ban vagyok. De minek mentél már megint? Költöd itt a pénzt állandóan. Én csak a klasszba mentem, unikorn is őskollér. De minek ennyi vacak? Mondd már meg, az apád most vette meg neked az új Samsungot, amihez digitális tollot adtak. Minek ide az unikornisod? Bakker anya, te ezt nem vágod úgysem. Rendben, négyre itthon legyél, szia! Na, úgy döntöttem, jövő héten kicseréljük a műholdbevőt üvegszálas optikai hálózatra. Jobban pörög a net, meg minden. Apa, a telómat kéne már lecserélni egy iPhone XS Max-ra. Lassan mindenki erről puskázza a dolgát a suliba. Na, megyek, behozom nektek az almásokos reszelt süteményt, meg a vaníliás búros pitét. Itt egy kis nas. Vacsira sütöttem légkeveréses kombisütőbe, hagymásliba sültet és burgonyát. Én meg egy pizzát szeretnék kólával. Rendeld meg, anya, online! Légy szív! Ki tudja, honnan jött az ötlet, legyélte is postás. Szó az ügyből és kedvezőt az időből beosztás. Pontos a takarékosság. Jó napot, Kovács Sándor vagyok. Jó napot, mit parancsol? Hát én most egy táviratot szeretnék felküldeni Pestre. Attól függ az ár. Milyen táviratot? Simát, díszeset, gyorsat vagy gyászosat? Hú, ez ilyen kacifántos. Bő a választék, nem van, nem mondom, nem könnyű ám ebben igazodni. Nos, pénzileg hogy áll ez? Pontos a takarékosság. Attól függ, hány szót küld. Hány szót? Mondatot nem is lehet. De lehet mondatot is, majd kiszámolom hány szó. Attól függ az ár. Na és mikorra érne oda Pestre? Attól függ, mikor tudom hívni Pestet, mert én hívom, bemondom, ott leírják arra a távirati papírra, amit itt kiválasztott, aztán másnap kiviszi a postást. Ettől most nincs is gyorsabb. Tudom, azért választottam a táviratot, mert sürgős mondani való akadt, azt gondoltam, ezzel már holnapra odaér. Na akkor várjunk is bele az angyalát. Hozom a postát, a számlát, a házdíjat, a 12.500-as nyugdíjat, a 13. havi fizetség, levél az a fejtudóra, de semmi sietség. Páris, gyerünk már! Itt New York. Itt Tokió. Itt Párizs. Hogy haladnak a tárgyalások? Mi jól állunk. Nekünk még elég sok, 2 perc legalább. Jaj, Kate, ne csinálj már. Szedjétek már magatokat össze, és mondjátok el érthetően, hogy hogy álltok. Nálunk oké, pár másodperc, és elérjük a holdat. Itt minden rendben, pár szempillantás alatt fotókat küldünk a Marsról. Itt is minden tervszerint, ha néhány másodperc, és megkerüljük a napot. Ezek jó hírek. Küldök egy távolított a helyzetről. Az USA-ba, Európába és Tokióba, óceán alatti járaton. Ez olyan gyors lesz, hogy mire odaér, már a választ olvasod. Régen minden más volt. Szó szerint minden. Az élet, a munka, a család, a technika, a szórakozás. Az iskola is. Csak a 45 perc nem változott meg a nagy szünet. De vannak, akik őrzik a hagyományokat, ápolják az emlékeket, hogy honnan, hova jutottunk el, és milyen áron. El szokták mesélni nekünk, hogy mi történt, hogyan történt, és miért. És mi nehezen hiszünk nekik,
mert nem voltunk ott, és nem éltük át. Rácsodálkozunk mindenre, amit hallunk tőlük, amit olvasunk róluk, és még mosolygunk is rajta. Pedig ennek már mi is részesei vagyunk. Eljön az idő, amikor mi magunk leszünk az akkor, amikor a mi szórakozásunk, a mi kultúránk és a mi digitális eszközeink lesznek egy-egy mosoly kíséretében a múlt. Amit mai szemmel, mai tudásunkkal királynak, csúcsnak, esetleg felülmúlhatatlannak találunk, az nem is olyan sokára egy újabb generáció számára gagyira fog tűnni. Az, ami mindig, minden időben meg kell, hogy maradjon, az a hitünk, hogy mindent, amit teszünk, cselekszünk, alkotunk, érdemes volt akarni, megtenni és továbbadni. Ez a folyamatosság vezetett ide bennünket, ezért találtuk ki ezt a darabot, és ezért vagyunk ilyen büszkék elődeinkre és önmagunkra is.